A kabinet és a szociális partnerek között tavaly novemberben létrejött megállapodás alapján 2017-ben a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal nő, a munkáltatói járulékok pedig 5%-ponttal csökkennek. Vállalati oldalon a társasági adó mértéke egységesen 9%-ra mérséklődik, a korábbi 19, illetve 10%-ról, valamint a kisvállalati adó mértéke 2%-ponttal 14%-ra csökken. Szintén csökkentették a dolgozói juttatások adóalapjának megállapításához alkalmazandó szorzót is, így akár ennyivel magasabb összegű kafetéria keretet biztosíthat dolgozójának a vállalkozó. A vállalkozásokat két változás érinti nagyon komolyan. Egyik a minimálbérnek a felemelése 15%-kal, és a garantált bérminimum felemelése 25%-kal. Ezzel szemben a kormányzat ugye a szocót, a járulékot csökkentette 5%-kal, de azoknál a vállalkozásoknál, ahol többnyire szakmunkásokat foglalkoztatnak, vagy pedig csak szakmunkásokat, ott mindenkinek a bérét fel kell emelni, aki nem ért el a minimálbért 25%-kal, és 5% kompenzációt kap, nevezik ezt most kompenzációnak, járulékcsökkentés formájában. Januártól az alapbér kötelező legkisebb összege havi 127.500 forintra emelkedett. A legalább középfokú iskolai végzettségű, illetve szakképzettségű munkavállalókat foglalkoztató vállalkozásoknak január 1-től 161.000 forintos garantált bérminimumot kell megfizetniük dolgozóiknak. Ez bár tavalyhoz képest több mint 30.000 forintos bérnövekedést jelent a munkavállalóknak. Nehéz helyzetbe hozhatja az őket alkalmazó vállalkozásokat. Ez a vállalkozásokat az érinti nagyon hátrányosan, mert ez olyan mértékű béremelés, amit nem tudnak az áraiban érvényesíteni. Egyáltalán nem tudják, különösen azok a cégek, van sok olyan cég, akinek évre lekötött szerződései voltak már erre az évre, van akinek több évre lekötött szerződései, tudok ilyen vállalkozásokról, és az áraiban nem tudja érvényesíteni. Tehát teljesen lehetetlen helyzetbe hozták ezzel a vállalkozásokat. Az érdekvédelmi szervezet megyei képviselője hozzátette, a multinacionális cégeket kevésbé érinti érzékenyen a béremelés, mert ezt egyrészt ki tudják gazdálkodni, másrészt a társasági adó 10%-os csökkentésével jelentős összegek maradnak náluk.